Köszöntöm nézőnket, dr. Szalai Anna Máriával beszélgetek, hiszen a család részt vesz egy nagyon rangos pályázatban, a Richter Anna díjra pályáztak. Mit kell tudni erről a pályázatról? A Richter Gedeon gyógyszergyár idén 5. alkalommal írta ki ezt a Richter Anna díjat. Ez egy azért is különleges díj, mert nagyon sokat hallhattunk már az alapítóról, Richter Gedeon gyógyszerészről is, fantasztikus munkásságáról, viszont a hátországáról, a kedves feleségéről, Richter Annáról talán kevésbé, és kevesebbet. És ennek a díjnak pontosan az a célja, és talán a kiírói cél is az volt, hogy kifejezetten a nőknek a társadalomban vállalt szerepét, a társadalmi szerepvállalást hangsúlyozza ki. Ebből fakadóan tulajdonképpen csak női csapattagok nevezhetnek, ami hát a mi esetünkben nagyon speciálisan alakult, hiszen én is körbenézvén a gyógyszerész családtagjaimon tulajdonképpen belőlük álmodtam meg ezt a csapatot. Mit kell tudni a pályázatról, mivel kellett pályázni? Pályázni egy pályaművel kellett, és ebben a pályaműben valami nagyot kellett álmodni, hiszen ez egy olyan különleges díj, ami mögé nagyon komoly erőforrást, pénzügyi erőforrást telepített a Richter Gedeon gyógyszergyár. 5 kategóriában lehetett ebben az évben versenyezni, tehát megszólították az oktatásban és az egészségügyben dolgozókat, és ez évben először van junior kategória is, tehát tulajdonképpen fiatalok, gimnazisták, ahogyan megnéztem a pályázókörét, gimnazisták pályáztak, és megható is az a dolog, hogy a tanáraikra gondoltak, vagy esetleg a szüleikre, tehát akik az indítatást adják számukra. Az egészségügy vonalán belül orvos kategória, ápoló kategória és gyógyszerész kategória van, de az oktatás vonalán pedig a pedagógus kategória. Aki esetleg mélyebben szeretne ezzel a programmal megismerkedni, a Richter Anna díjnak van egy honlapja. Itt lehet azokkal a döntős pályaművekkel és a rövid kis videófilme is találkozni, amely hát bemutatja nagyon figyelemfelkeltő, illetve rövidített formában a projekt koncepcióját. Szerényen elhallgatta, hogy a Szalai család is a döntősök között van. Hogyan lehet önökre szavazni? Valóban nagy öröm volt számunkra, és tulajdonképpen egyfajta karácsonyi ajándék. Valóban az advent időszakban jött a telefonhívás, hogy bekerültünk a döntőbe. Viszont a projekt stáb nagyon szigorú, minden egyes pártfogolt döntősével, hiszen február 13-ától március 13-áig pontosan egy hónapig lehet szavazni a közönségdíjra. Hiszen vannak szakmai díjak, 5 szakmai díj plusz van a közönségdíj, és csak március 22-én fog kiderülni egyáltalán az, hogy a szakmai díj, a zsűri kit választott, és hogy a közönségdíjas ki lett. Úgyhogy nagy a tét, és most talán soha nem tapasztalt és érzett izgalommal figyeljük mi is a következő heteknek az eseményeit, és azért is nagyon köszönjük és örülünk ennek a mai beszélgetésnek, mert valóban a kedves televízió nézőkre is nagy szükségünk van, hiszen a szavazásnál egyértelműen az ő állásfoglalásuk, az ő voksuk számít. Ha a richteranna.hu honlapra valaki rákeres a neten, akkor megtalálja a döntős csapatokat, és amennyiben a mi célkitűzéseinkkel is egyetért, akkor nagy örömmel fogadjuk, hogyha gyógyszerész kategóriában ránk szavaz, de természetesen az összes többi kategóriában levő döntősre is ugyanúgy lehet szavazni, és az egy nagyon fontos dolog, hogy e-mail címmel lehet szavazni, és az e-mail címmel jön majd egy megerősítést kérő üzenet, és
úgy válik tulajdonképpen véglegessé a szavazás, egy e-mail cím, ahol csak egy szavazatot fogadnak el. Köszönjük szépen, sok sikert! Nagyon köszönjük, és március 22-én, hát remélem, hogy jó híreink lesznek. Jól szerepelünk, és azt követően pedig be tudunk számolni, hiszen egy olyan projektötletünk van, amellyel úgy gondoljuk, hogy itt a nagykonság jövőképét, egy kicsit az egészségügynek a helyzetét tudjuk javítani. Dr. Szalai László, Dr. Szabó Anna már elmondhatja, hogy az idei éve nagyon sikeres, hiszen 50 éve van a gyógyszerész pályán, de milyen pályázatot nyújtottak be erre a Richter Anna díjra? Miről szól ez a családi pályázat? Hát mindenki tudja, hogy milyen sokat tettünk már a városért, és a lakosságért, és a hozzánk betérőkért. Hát most ez az 50 év egy kicsit meghatott engem, és átgondoltam az eddigi történeteket, és tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy az egészségügy és a saját egészségünkért való ténykedést már a fiatalkorba meg kell kezdeni, és oktatni, nevelni az óvodáskortól egészen felnőtt korig. Mi most a középiskolások felé nyitunk, illetve a 8. osztályos tanulók felé, akik pályaorientációs napok keretében megkeresnénk őket, illetve egy tanlaboratóriumot állítanánk be, van hozzá helyiségünk, és a pályázati díjból akarunk úgy fejleszteni, mind eszközt, mind anyagot, hogy egy kicsit ki is tudják próbálni. A kis oktató filmünk sok mindent elárul ebből, az a kis 2 perces oktatófilm, ami megtekinthető a honlapon, de én úgy gondolom, hogy sok fiatalt érint és érdekelne az egészségügy, ha egy kicsit betekintene. De a gyógyszerészet az mindig olyan elzárt volt, hát főként a járvány miatt, főként a mikrobiológiai tisztaság miatt, ezért csak külön helyiségbe, külön laboratóriumba fogadnánk a fiatalokat. Például ez a itteni történeti kis gyűjtemény helyiség is alkalmas arra, hogy kabátot, táskát letegyünk, köpenyt húzzunk, azzal is tudunk szolgálni, és egy mellettünk levő, ezzel összefüggő helyiségben pedig sok mindennel megismerkednek. Tehát lesz, aki orvosira megy, lesz, aki gyógyszerésznek, ápolónőnek, de egyáltalán ezt a környezetet nem látja a középiskolában. Tehát nyitunk. A bírálók is, akik eljöttek leellenőrizni bennünket, beszélgetni velünk, tehát nem csak a pályázati anyag fog dönteni, ők is úgy meglepődtek, hogy azért ilyen nem szokott történni, hogy külsős bejöhessen, és most ez az újszerű talán, és hát majd meglátjuk, hogy mi nyerünk-e, de mindenképpen ez egy nagy dolog, hogy megismerik Karcagot, a Karcag nevét, a városunk nevét, a megyénket, mert visszatérően az ellenőrzések során és a pályázatnak a működése során még lesznek bemutatkozások, lesznek fotók, videók, tehát, hogy úgy mondjam, el kell számolni mindennel, a munkával elsősorban, a díjjal, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a Karcag nevének, hírnevének sokat fog jelenteni. Sok sikert kívánunk! Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy 50 éve így vagyunk, és együtt. Az a pályázatunk címe, hogy hiszünk a tradíciókban, és hiszünk a családi összefogás erejében. Tehát ennek tükrében
nagyon köszönöm, és köszönöm, ha ki ránk szavaz. Dr. Szalay Erikával beszélgetünk, a háromfős csapatban ön a legfiatalabb, de azért már ön is régóta itt dolgozik, és azt gondolom, hogy ez, amit az édesanyja is elmondott, fontos a családi hagyományok továbbvitele ebben a tekintetben is az ön számára. Igen, nagyon fontos számomra is. Én 2002-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karán, és 2009 óta elmondhatjuk, hogy a gyógyszerész hallgatók gazdagodnak még a gyógyszerész doktori címmel is, a diplomájuk átvételekor. Én is ekkor kaptam meg ezt a címet, és ez nagyon boldoggá tesz. Nagy elismerést jelent. És hát azt gondolom, hogy itt a napi munkában azért ön is sok mindennel találkozik, de ez az elismerés, amire már bejutottak a közösségdíjak a döntőjébe, azt gondolom, hogy már ez is elismerés annak az itt végzett munkának, amit a család végez. Igen, nagyon örülünk, hogy már eddig sikerült eljutni, és ez ösztönöz bennünket, tehát még nagyobb célokat szeretnénk elérni, és a munkánkban még nagyobb sikereket. Sok sikert kívánunk a szavazáshoz, és visszajövünk márciusban, hogy hogyan is sikerült. Köszönjük szépen!